Szalai Borbála volt egyszer egy kicsi Manó című versének szavalatával vette kezdetét csütörtökön a Bolyai Anyanyelvi Csapat verseny megyei fordulójának eredményhirdetése. A megmérettetés nagy hagyománnyal bír a város intézményeiben, hiszen november 8-án 82 gyulai csapat, összesen 328 tanulója vett részt a Lila iskolában rendezett versenyen. Gyula mellett Szarvason és Békés Csabán is összemérhették tudásukat az általános iskolások. A 3.-tól 8. évfolyamosoknak szóló feladatsorok ebben az évben is változatosak voltak. Szerintem azért nehéz volt, és egy feladat volt, amit félreértettünk, és az nem értettem utána se, hogy volt. A kedvenc feladatom a 11-es feladat volt, amikor mondatot kellett írni. A zeneiskolában tartott ünnepi eseményre az évfolyamok 6 legjobb csapatát hívták meg. A gyerekek ekkor még izgatottan várták, hogy megtudhassák, milyen helyezést értek el. A zenés műsort követően kiderült, a gyulai csapatok közül 3-an az országos döntőben öregbíthetik majd a város hírnevét. A Karácsonyi János Katolikus Általános Iskolából a Kisokosok csapata Dávid Péter János, Bújdosó Zoé, Csiszér Zsófia és Gyurkovics Attila Kristóf szerezte a legtöbb pontot a 3. évfolyamosok közül. Az Implom József Általános Iskola 4. évfolyamosainak nyelvészek elnevezésű formációja Balogh Csenge, Havas Katalin, Nagy Nerina és Orosz Nóra Anna szintén győzedelmeskedett korosztályukban. A 8. évfolyamosok között pedig a magvetős Viharsarki Vakondőrs csapata, Barát Salamon, Látkóczki Lilla, Lipcsei Emese Csilla és Szabó Dániel szerezte meg az első helyet. Szabadosné Bécsi Katalin elárulta, a bolyai csapatversenyek nem csak azért hasznosak, mert a tantervi ismereteken túlmutatva még több ismeret elsajátítására ösztönzi a diákokat, hanem mert megtanulnak csapatban dolgozni. A 250 fős csapatnevezés az azért mutatja, hogy népszerű ez a verseny is, épp úgy, mint ugyanennek a bolyai versenynek a matematika csapatversenye, és hát már néhány éve van természetismeret, természettudomány területen is verseny, és az is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a diákok körében. Nyilván ennek oka az is, hogy ez nem egyéni verseny, hanem csapatban dolgoznak. Ami azt gondolom, hogy a mai világban, főleg ha fiatalok jövőjére gondolok, akkor különösen fontos dolog, hogy tudjanak csapatban dolgozni. A továbbjutó csapatok december 7-én képviselik megyénket az országos döntőn, ahol szóbeli és írásbeli feladatokkal teszik próbára tudásukat.